Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt az Út Tokióba magazinműsor utolsó és egyben befejező adása, hiszen hamarosan kezdődik a nyári olimpia. Műsorainkban rengeteg sportolóval találkozhatnak, akik voltak olyan kedvesek és elárulták nekünk álmaikat, vágyaikat, nekünk pedig nem maradt más hátra, mint szurkolni nekik, hogy sikerrel teljesítsék azt, amiért Tokióba utaztak. Szilágyi Áron mindent a harmadik olimpiai bajnoki címének rendel alá, hiszen egy olyan lehetőség kapujában áll, ami a világon egyedülálló. Lőrinc Tamás elsőként lesz kiemelve az olimpián, ám könnyű dolga egyáltalán nem lesz. Álma, hogy éremmel térjen haza Tokióból. Olasz Annának igencsak jó éve van, hiszen előbb Budapesten lett Európa-bajnoki ezüstérmes, majd megnyerte a portugáliai olimpiai kvalifikációs viadalt. Szilágyi Áron senkitől nem fél, és senkit nem is akar elkerülni a páston, hiszen történelmi győzelemre készül. Kardvívásban, egyéni számban még soha senki nem nyert három olimpiai bajnoki címet. Eddig. Amikor megnyertem Londonban 22 évesen az első olimpiai aranyérmemet, akkor kezdtem számolgatni, hogy kik az olimpiai bajnokok egyéniben, férfi kardvívásban, kik azok, akik kettőt is tudtak nyerni, kinek van a legtöbb érme. És amikor Rióban megnyertem a második aranyérmemet, megvédtem a címemet, akkor tudatosult bennem, hogy én ehhez az illusztris társasághoz tartozok. Nagyon büszke is vagyok erre, és hát Tokióban pedig arra készülök, hogy valami olyasmit tegyek, amit még senki. És Kárpáti Robert miben változtatott meg téged? Kárpáti Robival és Faludi Vikivel 10 éve dolgozom most már együtt. Az évek alatt sok mindenben tudtak ők nekem segítséget nyújtani, eszközöket adtak a kezembe, hogy kezeljek bizonyos helyzeteket, hogy jobb mentális állapotba tudjak kerülni versenyről versenyre, hogy a felkészülésem gördülékenyebben menjen. Amikor elkezdtünk dolgozni, akkor kifejezetten abban kértem a segítségüket, hogy stabilabban tudjak magas szintű teljesítményt nyújtani. Sokszor kizökkentett egy zsűriítélet, egy reklamálás az ellenfél részéről, vagy valamilyen külső körülmény, és azon kezdtünk el dolgozni, hogy ez megváltozzon, és folyamatosan magas szinten tudjak koncentrálni. Ebben úgy érzem, hogy az évek alatt nagyon szép sikereket értünk el, és tulajdonképpen az ő segítségüknek hála egy sokkal készebb, érettebb, tudatosabb, öntudatosabb és nagyobb önismerettel rendelkező vívó vált belőlem. Van egy bátyád és egy húgod. Milyen középső gyerekként nevelkedni? Pont azt a megfelelő szülői figyelmet kaptam, amire nekem szükségem volt, és valahogy egy ilyen diplomata szerepet is játszottam a két tesók között. Talán a bátyám volt a meghatározóbb, hiszen köztünk csak egy év van, és nagyon sokat versengtünk, illetve hát én próbáltam felnőni hozzá, ő mindig persze egy picit ügyesebb volt, picit már magasabb volt, erősebb volt, okosabb volt, tanultabb volt, és akkor én próbáltam felvenni a ritmust. Ez biztos, hogy nagyon sokat segített nekem az élsportban is, ez a versenyszellem, ez a motiváltság, ez a fajta ösztönözöttség. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyen tesókkal vagyok megáldva. Van, amit olyan szívesen cserélnél velük? A bátyámban a nyugodtságát, a kiegyensúlyozottságát irigylem, tehát őt nem nagyon lehet kizökkenteni a hétköznapi életben semmivel. A húgom egy nagyon érzéki lélek, nagyon emocionális, és ez benne sokkal-sokkal inkább megvan, mint bennem. Mennyiben másabb most a felkészülésed, mint a riói, illetve a londoni előtt? London és Rio előtt is versenyről versenyre készültem, egy komoly szezon volt a hátam mögött, amire odaértem az ötödikás játékokhoz. Most versenyek hiány. Edzőtáborokkal, otthoni felkészüléssel készülünk, és ebből próbáljuk meg kihozni a maximumot. Ez másfajta felkészülést igényel, itt nincs meg az a ritmus, amit akarva akaratlanul adnak a versenyek. Itt folyamatosan egy olyan munkát kell végezni, ami,
ami nem túl sok, de nem is kevés, és innen kell tudni majd finom hangolni. Mi az az álomsorsolás, amin azt gondolod, hogy te szeretnél végigmenni az egyéniben? Nem vágyom álomsorsolásra, sőt, kifejezetten motivált vagyok, hogy kemény csörtéket vívjak a legkeményebb ellenfélek ellen. Például nagyon szeretnék Okszangukkal megmérkőzni, aki most a világranglistát vezeti, a 2019-es budapesti világbajnokságot megnyerte. Úgy gondolom, hogy akkor teljes értékű egy győzelem, hogyha őt is meg tudom verni valahol, vagy az elődöntőbe, vagy a döntőbe. Rajta kívül is vannak még nagyon kemény ellenfelek, köztük a csapattársam Szatmári Andi is, de sorolhatnék amerikai, német, olasz, orosz, további kórai vívókat. Nagyon együtt van a mezőny. Én várom, akit a sorsolás dob, és aki az ágamon van, én fel fogok készülni el. Amikor belépsz a csarnokba, pszichológiai hadviseléseket is szoktál te azért bevetni. Most is így lesz? Készülsz egyébként? Rióban hatással tudtam lenni az ellenfelekre azzal, hogy domináltam, hogy amikor már beléptünk a terembe, azt éreztettük, hogy ez a mi versenyünk. Az olimpián egyébként is nagyon sokan megremegnek, egyszerűen nem bírják el az öt karikának a súlyát. Én szerencsére nem tartoztam ezek közé a versenyzők közé, se Londonban, se Rióban, és nem szeretnék Tokióban sem. Ugyanúgy határozott szeretnék lenni, szeretném azt a benyomást kelteni, rögtön az elejétől kezdve, hogy ez az olimpiai aranyérem az enyém. Ez az érem csak az enyém lehet? Tulajdonképpen igen, és biztos vagyok benne, hogy ellenem gőzerővel készülnek, hiszen én vagyok a címvédő, biztos, hogy videóznak, analizálnak, elemeznek, kitalálnak ellenem különböző akciókat, de ez engem inspirál arra, hogy én is magamban keressem a hibákat, kijavítsam, felkészülök arra, hogy az ellenfelek vajon mit találnak ki ellenem. Ez ösztökél engem, hogy a felkészülésemben még tudatosabb legyek. Muszáj, hogy valami olyannal gyere elő a páston, amire nem számolnak. Van ilyen? Apróságok vannak. Ugyanakkor ez az olimpia számomra nem arról fog szólni, hogy csili-vili új akciókat mutassak be és bővítsem a tárházamat. Precíz szeretnék lenni, pontos, kiszámított, tudatos, inkább ezekre helyezem a hangsúlyt. Van egy-két apróság, amiben szeretnék meglepetést okozni, de ezek nem a látványelemekről szólnak, hanem inkább arról, hogy még egy picit tudatosabban, akár még jobban variálva a meglévő akciókat használjam. Egy-egy olyan betűzdelt meglepő akcióval meglepjem az ellenfelet, amire nem számít, de ennyi. Hogyha a csapatot kell jellemezned, akkor milyenek vagytok? Szerintem a leginkább a rutin jellemez most már minket. 2016 óta ebben a felállásban vívjuk meg a csapatküzdelmeket rendre eredményesen. Az összes Európa világbajnokságról éremmel tértünk haza, úgyhogy azt gondolom, hogy bennünk van a lehetőség, hogy újra felálljunk a dobogóra. Decsi Tamás és Gémesi Csanád nagyon rutinos csapattársak, Szatmári Andi is többször megmutatta, hogy egyéniben és csapaton is nagyon-nagyon extra teljesítményre képes, és hogyha én is hozzá tudom tenni a legjobb tudásomat, akkor a limit a csillagoség. Mit látsz a nyakadba hazafelé jövet a repülőn? Én hazafelé, ha tükörben nézek, egy mosolygó magamat szeretném látni, és mosolygó csapattársakat, és nekem ennyi elég. Lőrinc Tamás egy újabb nagy dobásra készül. Már pontosan tudja, milyen olimpiai dobogon állni, de most szeretne feljebb lépni. Így a felkészülés a legutolsó fázisában nehéz már belebújni abba a birkózó mezbe? Hát nem, egyre könnyebb lesz ugyanis. Egyre több kilót kell leadnom. Ilyenkor mi fáj? Hát azért itt a cél sok mindent felülír, úgyhogy már itt már nincs fájdalom, nincs kesergés, csak tényleg az, hogy jó kedv és minél jobb formába kerülni, és minél jobban ráhangolódni a feladatunkra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez az elmúlt időszak. Hányszor jött a fásultság?
Hát azt most nem tudom összeszámolni. Így a korom előre haladottával szinte mindennapossá vált ez, de egy jó hosszú bemelegítés az mindig helyre teszi a dolgokat. A 2016-os Riói olimpia után te majdnem abba hagytad a birkózást. Ott én súlycsoportot váltottam, és hát ott nagyon meg kellett nyomnom azt a fél évet, hogy erőbe is tudjam azt hozni, amit ez a súly megkíván. Úgy voltam be, hogyha a világversenyen nem tudom azt produkálni, amit elvárok magamtól, akkor igazából nincsenek értelme, és így mindig egyéves céljaim, vagy egyéves kitűzéseim voltak, hogy nézzük meg, hogy abban az adott évben mit tudok még produkálni, van-e még értelme. Nagyon-nagyon sok hullámvölgy övezte ezt az elmúlt 5 évet, nem beszélve az olimpia halasztásról. De gondolom ezzel más is így volt, és hát láss csodát, az is eltelt, és most itt vagyunk tényleg már egy karnyújtásnyira. Úgyhogy örülök, hogy azért kitartottunk, és bízom benne, hogy ennek meg lesz az eredménye. Főleg így, hogy azért 2021 az elég jól sikerült neked. Igazából úgy vágtam neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogy teljesen nyugodt voltam. Az volt a célom, hogy minél több mérkőzést tudjak birkozni, hogy egy kicsit újra érezzem, hogy milyen szőnyegen állni, egyáltalán emlékszem, hogy még hogy kell birkozni, vagy például óriási probléma volt a kiutazás, hogy egyáltalán mit kell vinni egy versenyre. Másfél éve nem versenyeztem, elfejtettem mindent. Úgyhogy fordultam oda a feleségemhez, aki 10 éve nem versenyzett, hogy bocs, mit kell vinni egy versenyre? Hívtam a Módos Petit, hogy gyerekek, segítsetek már, mert szipő, odáig eljutottam én is, de úgyhogy érdekes Európa-bajnokság volt, de hál' Istennek tényleg olyan, mint hogyha nem lett volna az a másfél év, és nagyon helyén volt minden, élveztem a versenyzést. Az Európa-bajnokságon taktikailag tökéletesre vizsgáztál. Ez már a rutin, vagy pedig annyira vágytál már újra a versenyzésre, hogy kedved is lett hozzá? Hát szerintem is. Azért nem volt tökéletes, volt egy hibám. Egy elég nagyot dobtak rajtam, mondhatom, hogy még azóta is fáj a nyakam, olyan ügyesen sikerült arról lejönnöm. Az egész versenyt a higgadtságom jellemezte, ott volt egy olyan rész, amikor talán egy kicsit túl akartam, ott is, hogyha nyugodtabb maradok, akkor az egy sima mérkőzés lett volna, amit én egy kicsit bonyolultabbá tettem, de hát... Nem szoktad túl bonyolítani a birkózásodat, hát vagy igen? Hát fiatalkoromban azért előfordul, de most, már nem. Nem, most már azért egy tényleg sokkal rutinosabb, sokkal jobban, hál' Istennek be tudom osztani az energiáimat, és hát ez is egy jó visszajelzés volt nyilván ez az Európa-bajnokság, de azért tudjuk, hogy egy olimpia mindig más. ...34 évesen még meg lehet lepni az ellenfelet? Azért én nagyon bízom benne, hogy most fizikálisan magamhoz képest a toppon leszek, 4. olimpiámra készülök. Igaz, hogy ez egy teljesen más történet lesz, egy teljesen más olimpiára számítunk, és a lehetőségekhez képest fel is készültünk erre mentálisan. Nem tudjuk igazából pontosan, hogy mi vár ott kint. Egy biztos, hogy a szőnyeg ugyanolyan lesz, az ellenfelek ugyanazok lesznek, akikkel eddig együtt birkoztunk, úgyhogy nekünk csak erre kell koncentrálni. Nyolc-kilenc éves korod van, amikor még csak az előre és a hátra bukfenc ment az edzésen. Hát akkor azért már tudtam hátra szaltozni, de igen. Bocsánat. Gondoltad volna, hogy ez lesz belőled? Hát nem. Sőt, nyilván az első komolyabb döntés az, hogy a sport felé irányuljak vagy forduljak. Komolyabb szinte az 14 éves koromban volt, mikor a Mr. Tus birkózóiskolába feljöttem Budapestre. De még akkor sem az volt bennem, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni, világbajnok, hanem az, hogy ez a birkozás lehet a jövőm, vagy ebbe látom magam, de akkor még azért voltak jó visszajelzések, nem voltak olyan eredményeim, amik azt mondták volna, hogy én erre képes leszek. Olyan 18 éves korom után kezdődött az, hogy kezdett minden a helyére kerülni. Az iskola, az életem, a birkózás, stb. És ez adott egy önbizalmat, és ott kezdődött az, hogy talán lehet belőlem valami. Kellett édesanyád sodrófája? Azt hiszem, hát nem a sodrófája, de igazából kellett az, hogy irányítsanak engem, és ezen az úton tartsanak, mert hát nagyon sok olyan napom volt, vagy hetem, amit nagyon nehezen viseltem. Na hát azért vidéki srácként felkerülni Pestre a heti 3-4 edzésből, heti 10 edzésbe, gimnázium, kollégium élet,
az nagyon kemény volt, és hát nagyon sokszor úgy voltam vele, hogy ezt én nem bírom tovább, de valahogy mindig sikerült engem ezen az úton tartani, és ezért nagyon hálás vagyok, nem csak nekik, hanem tényleg mindenkinek, aki ott egy nagyon pici lökést is adott az életemben, nem csak a szüleim, edzők, versenyzőtársak, az akkori barátnőm, aki már a feleségem, úgyhogy nagyon sok tényezős ez a dolog, és most itt vagyunk a negyedik olimpiám előtt, az utolsó olimpiám előtt, úgyhogy meglátjuk. Világ és Európa bajnokként utazol az olimpiára. Van érmed olimpiáról, ugye egy ezüstérmed. Mi az, ami még téged motivál ekkor? Mondja. Nyilván az olimpiai aranyérem az az egy hajtóerő, az az egy motiváló erő maradt, úgy gondolom, a pályafutásomban. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy így címvédőként utazom az olimpiára, hogy ez azért sokkal jobb, mint hogyha dupla kiesőként, vagy utolsóként, vagy szabadkártyásként kéne utaznom. Ez azért nagyobb önbizalmat ad, mint az, hogyha valahogy oda keveredtem volna. Én ezt soha nem fogtam fel tehernek. Ez plusz erőt kell, hogy adjon, és én úgy gondolom, hogy azt is fog. Felállsz a dobogó valamelyik fokára, és feláll a tesód is, vagy pedig te felállsz a dobogó első fokára? Több nagyon nagy vágyunk és célunk volt ebben a birkozó sportban, és ebből már nagyon-nagyon sokat kipipáltunk, de egy még hátra maradt, az, hogy mind a ketten egy olimpián dobogóra tudjunk állni. És számít a foka? Én úgy gondolom, most így az olimpia előtt azt mondom, hogy nem. Ott meg mindent meg fogunk tenni azért, hogy mind a ketten a legmagasabb fokon álljunk, és én bízom benne, hogy tényleg ez a nagyon sok munka, amit beletettünk, és a pandémia időszakban is az, hogy egy percre nem álltunk meg, és csak az olimpia lebegett a szemünk előtt, és húztuk egymást, az idő, az számítani fog, és én nagyon bízom benne, hogy ezt az álmunkat is ki tudjuk pipálni. Olasz Anna második olimpiájára készülhet, hiszen Setúbalban megnyerte a kvalifikációs versenyt. A felkészülése tökéletesre sikeredett, már csak egy kis harciasságra lenne szüksége. Hajrá, Anna! A setúbali kvalifikációs verseny előtt volt egy nagyon sikeres Európa-bajnokság, ahol ezüstérmes lettél. Ez az ezüstérem, ez miben változtatott meg téged? Leginkább az önbizalmat növelte meg. Nem is az edzésekkel volt soha probléma, hanem az, hogy versenyen úgy álljak oda, hogy főleg az utolsó 2 kilométerhez úgy álljak oda, hogy igenis, ha én ott elől vagyok, akkor én ott kibírom elől, és nem azon gondolkodni, hogy én meg fogok halni, meg fognak előzni. Nem is hittél magadban? Azt nem mondanám, hogy nem hittem magamban, úgy nagyjából az agyammal tudtam, hogy hol lenne a helyem egy ilyen mezőnyben, ugyanakkor, mikor jött a sok rossz eredmény, akkor az ember megkérdőjelezi magát, megkérdőjelezi azt, hogy ez most csak én elképzelem, hogy tényleg ilyen jó vagyok, vagy szerencsém volt azokon a versenyeken, amin igazán jól sikerültek, amikor nem voltam a csúcson, akkor nem jöttek úgy az eredmények. És azért, ha már az edzések is, még akkor is, ha jól mennek az edzések, és versenyen nem jönnek ki az eredmények, akkor azért elgondolkodik az ember, mert például ugye volt egy világkupa versenyünk márciusban, Dohában, és már ott is nagyon jó formában voltam, edzéseken láttam, és úgy mentünk kigegével, hogy ez dobogó lesz. Egy pillanatig egyikünk sem izgult, és lettem, azt sem tudom, 20-valahanyadik szerintem. Leggyengébb magyar voltam, tehát hogy igazából az szerintem az egyik legrosszabb versenyem volt, mert az összes hibát elkövettem, mint el lehetett. És az embernek van egy ilyen verseny, akkor hiába úszik egyéni csúcsokat edzésen, ha versenyen ez nem látszik, és természetesen ilyenkor az önbizalma is elmegy. Izgulsz versenyen? Versenyen már nem, viszont inkább feszült szoktam lenni előtte pár nappal, például most is a setúbali válogató verseny előtt érdekes módon kb. 3 héttel egy teljes hétig olyan feszült voltam, hogy nem is értettem. Tehát Gergő kérdezte, hogy citromba haraptam, én nem szoktam egyáltalán ilyen lenni, és így mondtam neki, hogy igazából nem tudom neked megmondani, hogy mi a bajom, egyszerűen feszült vagyok. De utána ez így szépen lassan elmúlt, és kimentünk Portugáliába,
és egy pillanatig nem izgultam. Talán azért, mert úgy érkeztél meg, hogy igazából ez a kvóta, ez csak az enyém lehet? Igen, igen, szerettem volna így hozzáállni. Igazából a 2019-es világbajnokság óta én mindenkinek azt mondtam, hogy én kvalifikálni fogok. Nyilván bennem is voltak kételyek, tehát ez nem volt mindig minden szivárvány és unikornisok. Én alapból pozitívan gondolkozok, de ezzel kapcsolatban aztán végképp így szerettem volna hozzáállni. A családodnak mit jelent ez az olimpia? Apa azt mondta, hogy hát soha nem akart a lexikonokba bekerülni, de miattam lehet, hogy befog. Tehát ez egész családom nagyon-nagyon büszke rám, meg erre az egészre, de ebben ők is ugyanúgy benne vannak, és ők látták igazán, mint mentem keresztül így a karrierem során, úgyhogy ők tudják leginkább, meg nyilván Gege az edzőm értékelni, hogy mit is jelent ez az olimpia. Milyen neveltetést hozol otthonról? Mi az, amit be tudtál építeni a hosszú távúszásba? Apukám testnevelő tanár és sioktató is, tehát hamarabb tanultam meg síálni, mint járni körülbelül. Úgyhogy ez nagyon természetes volt, hogy fogok sportolni, viszont anyukám orvos, ő is, meg apukám is részesített előnyben, hogy a tanulás az legyen a fontosabb, és én sem soha nem akartam profi sportoló lenni. Ők is azt mondták, hogy jó, ússzál persze, de amikor reggeli edzésre kell menni, ott vége van az úszás, amikor biztos, hogy nem fognak reggel 6-kor elvinni az úszodába. Úgyhogy mindenképp persze ez a családi ráhatás volt, de mondom, szerencsére semmiféle nyomás nem nehezedett rám. Mondom, se ők, se én nem gondoltam azt, hogy ebből, hogy én még 28, lassan 28 évesen úszni fogok, hát az, hogy ilyen eredményeket elérni, azt aztán végképp nem. Megvan már a tokiói taktika? Abszolút, nyilván én is most már látom, meg Egével erről szoktunk beszélgetni, mi az, ami igazán fekszik nekem. Ismerem a mezőnyt, de nem ültünk még úgy le megbeszélni, hogy jó, első kilométeren ez fog történni, következő meg az. Először szeretnénk egy pályarajzot látni, mert sajnos még itt nem tartanak a szervezők, hogy pályarajzot láttunk volna. Pályarajzból mit látsz először? Számomra fontos, hogy milyen hosszúak az egyenesek. Például, hogyha nagyon sok a forduló, akkor nyilván kevesebb lehetőség van előzni. Sok forduló az alapból lassítja a versenyt, tehát ezeket is figyelembe kell venni. Meg valamint, amit én elsőnek meg szoktam nézni, az, hogy a célegyenes az körülbelül milyen hosszú. Mert ezért nem mindegy, hogy van-e még egy fordító bója rögtön 200 méterrel a cél előtt, vagy van egy 1000-1500 méteres hosszú egyenes, ahol mindenkit ellesz csak 1500 méter sprint tulajdonképpen. Mi az, ami hiányzik belőled? Ami hiányzik belőlem, amin mindenképp dolgoznom kell, és dolgozok is egyébként, az agresszió. Tehát, hogy azért sokszor, nagyon-nagyon sokszor az volt, hogy én húztam a rövidebbet egy-egy ilyen verekedésből, meg nem is tudom, nem úgy helyezkedtem, ahogy kellett volna, és olyan helyre kerültem, ahol mondjuk lenyomtak a víz alá, visszaúztak, és a többi. Ezért is volt a nagyon jó taktika az, hogy előreálltam, vagy most már azért elég jól tudom, hogy lehet ezeket kikerülni. Ilyenkor megnézed, hogy kitől kaptam a gyomrost, ki az, aki visszahúzott, ki az, aki megkarmolt? Persze, azért ismerjük egymást ennyire. Azt azért olyan szempontból szerencsésnek mondhatom magam, hogy azok a lányok, akik ott lesznek, azok mind tényleg a 25-ből mondjuk 20, az tényleg, vagy 15 biztos, hogy a világ top úszója. És azt kell, hogy mondjam, hogy a topúszók nem ilyenek. Valamint mi már annyira jól ismerjük egymást a nyílt vízen, a versenyeken kívül is jó barátságot ápolunk, hogy azért, ha én mondjuk egy olasz lány mellé kerülök, vagy oda kerülök a brazil Ana Marcela Cunha mellé, tudom, hogy ő nem fog engem bántani. Hova várod magad Tokióba? Nagyon-nagyon sűrű a mezőny, tehát ez, mint ez a világbajnokság is mutatta, hogy nagyon picik a különbségek. Az, hogy ki aznap milyen lábbal kell fel, milyen versenyzést tud produkálni, egy picit a szerencse is közre fog játszani, mert azért nálunk nem lehet kizárni az olyan dolgokat, hogy
leszedik a sapkádat, lenyomnak a víz alá, behúznak egyet, begörcsölsz, bármi ilyesmi. Hogyha nem jön ilyesmi közbe, akkor én úgy gondolom, hogy az első 8 az egy teljesen reális hely, azon belül meg hát minél előrébb. Adásunk és az utunk ezennel véget ért, de a magyar sportolóké még nem, hiszen csak most kezdődik a nyári olimpia, ahol egész biztos vagyok benne, hogy rengeteg magyar sikernek örülhetünk majd. Én kívánok Önöknek egy izgalmas és magyar sikerekben gazdag olimpiát. Hajrá magyarok, a viszontlátásra!